Tehát itt kell lennie a napnak egészen, és így van tehát. Itt hamarabb kell a nap.
A testvérek barlangjukat elhagyogatják,
kezdenek együtt szigorú, szerzárdai életet élni. Te tudod, hogy rég elhagyott égi utakra keltek, te viszed az aranyerdő közepibe, hol rég elhagyott égi útra keltek, Bilis erdejében fehér csuhás lelkek. Napatyácskánk, holdanyácskánk, és ti minden égi csillagok, hallgassátok meg a magyarság nagy szellemeket idéző hét bohászát. Szkíták nagy királya, Nimród ősapánk, szólítalak, jelenj meg, és tekints le ránk csillagok fényéből. Add, hogy méltó utódjaiddá válhassunk, és így módon köszönhessünk téged, mint minden idők első királyát a földnek. Add, hogy hitvány kis hitűségünket örökre feledhessük. Add, hogy a reán erőltetett kisebb rendőséget, gyarok ura, szólítalak, jelenj meg, és tekints le ránk csillagok fényéből. Add, hogy legyen erőnk az újrakezdéshez, ahogyan ezt te tetted egykoron, rommá lett országodon. Add kezünkbe a kardot, ha kell, hogy visszaverhessük véle a gonosz erők minden támadását. Add kezünkbe az ostort, hogy végigverhessük véle a kupárok hátán, akik áruvá silányították ősi javainkat. Csaba, ifjú király, Attila fia és dicső ősök méltó unokája, szólítalak, jelenj meg, tekints le ránk hadak útjának ködén át, és segíts meg újra vihart vert nemzetedet, kiposztott országodat. Add jelét, hogy megtizedelt népedet nem hagyott sorsára, bár sokszor megérdemelni. Add jelet, hogy az égi csatornákon át serekeiddel újra védelmünkre kelsz, és feléleszted bennük az elfelejtett ősi hitet. Álmos fia Árpád, ki csillagősök tudását hordoztad magadban, mikor átkelvén a Kárpátokon visszafoglaltad számunkra dicső őseink honát. Kérlek, jelenj meg közöttünk, és hozd el közénk Turul nemzetséged régi fényét, hogy irányt mutathasson e célját veszített, elbudított generációnak. István urunk, első szent királyunk, kérlek, jelenj meg, hogy köszönetet mondhassunk azért a ősi tettedért, hogy visszaszerezvén szent koronánkat, népeket nemzetté egyesítettél mindenható uralma alatt. Szent László királyunk, te, aki a déli fehérség fényességével tündökölsz történelmünk viharos égboltján, add jelét, hogy eljöttél közénk, és készen állsz mindenkoron segíteni bajba jutott népeden, nemzeteden. Add jelét, hogy mind már annyiszor, most is számíthatunk rád. Minden magyar szentünk égen és földön, itt, akik a Szíriusz fényében tündököltök a magyarság égboltján, jelenjetek meg, és segítsetek feltámasztani az ősi tudást. Kérlek titeket, adjatok jelet! Életre keltjük szent lelkeiteket. Ősi királyok otthonát, és barlangok sötét száját, és alagutak folyosóját fehér barátok járják. Ősi múltunkat visszaadják, a jövő királyát imádják. Hűben, mában, földben, kőben rejtőzködő testvéreim, hívlak titeket, jöjjetek hát! Boldog Özsvéd himnusz! Egybeomlott könny és a vér, nyílt seb lett az ország,
Nyugatra pernyét hord a szél, tanyák falvak sorsát. Csillag sincs, sötét az erdő, mégis vécsek égnek. Boldog özséb szól az első pálos remetéknek. Száj, ragyog, te mennyei fény, angyal szárnyújének, fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, Urunk, hogy rab és szegény, mint testvérre leljünk. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. Kicsiny láng a hit, de tiszta fehér, mint gúnyájuk. Sötét erdő súgja vissza csöndes imádságunk. Nézd le ránk, kik romok felett fohászkodunk hozzád. Áld meg mind, kik fegyver helyett keresztet hordozzák. Száj, ragyog te, mennyei fény, angyal szárnyú ének, fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, Urunk, hogy rab és szegény, mint testvérre leljünk. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. S barlang ölén, cellák sötét mélyén, fények gyúlnak. Népedért szólj, boldog Özséb! Mondj imát az Úrnak! Hívd egybe, ki hív és magyar, hívd ki sebbelékes, győzni fog, ki hinni akar, áldozatra képes. Száj, ragyog te, mennyei fény, angyal szárnyú ének, fájó szívén, magyar szívén, minden remetének. Add, Urunk, hogy rab és szegény, mind testvérre leljünk. Áld meg hazánk, hogy a remény átölelje lelkünk. ...258 évvel ezelőtt, 1260-ben, a kurva házisztes Kánzsás, akkor még barna ruhában, hat társával együtt, a meghatottságtól lenyűgözve várták a Teremtő Isten üzenetét, amelyet az Iribár hegyszoros fölött újjászülető nap fényén keresztül küldött. Egész éjjel virasztottak egy barlang mélyén, és folyamatosan imádkoztak a üzenetét. Nem volt villany, tévé, újság, rádió, nem volt semmi. Csak a magány, a hosszú, sötét téli éjszaka, és az éhes farkasok hódítása a csikorgódik. Még csak néhány éve, hogy megölték fiaikat, asszonyaikat, megbestelenítették lányaikat a tatárok, felégetett, elpusztult otthonaik helyett, itt a Pilis barlangjaiban, az erdő titkos rejtekében találtak menedéket, múlunk. Magányukban és fájdalmukban már csak egyetlen egy vigasztaló társuk maradt, az Isten. Imádkozni nem a jólét tanítja meg az ember, hanem a keserűség, a szenvedés és a küzdelem. Az ő szívüket, a fájdalom, a dac, szeretteik emléke, az ország sanyarú állapota, a szenvedés edzette nemes lett. Az erdő csenge, az elmékedő magány vezette őket Isten közelségébe. Itt a Pilis csengében tisztában hallatszott a teremtő hangja, a természet ölében szebben látszott az arc. Nem csoda hát, hogy az esztergomi kanadai főpap Özséb
hamar megkedveli őket, és társukká szegődik. Hamarosan közösségét övörültek, és Heted magával megalapította Szántó közelében Szentkereszt remete testvérek közösségét, és megépítik Szentkeresztelő kolostort. Szellemi atyuknak Tébai remete Szent Pált választották, aki Krisztus után 341-ben, 113 éves korában halt. Kereszténysége miatt üldözői elől Nimród városából, Szkítópoliszból menekül az egyiptomi sivatag barlangjába, ahol 60 éven át egy pollót táplálja, majd halálakor két oroszlán ássa meg csírját, és társa remete Szent Antal temeti el. Vajon miért volt olyan fontos a magyarok számára ez az ember? Honnan szereztek tudomást innen a Pilisből, egy kies, sivár, egyiptomi barlang eldugott barlangjában félrevonuló magányos remetéről, telefon, posta, internet nélkül, aki ráadásul előtti kezdődik. Hogy került a barlangjának falára a mi szent koronánk, Atya Istenének a Pantokrátornak a festmény, holott a szent korona 700 évvel később Szent Istvánnal került a köztünkbe. Romlatlan holtteste végigjárta a félvilágot, olykor fel nélkül, külön, míg végül Nagy Lajos Velencével vívott csatájának eredményeként remete Szent Pál holtteste országos ünnepség keretein belül a Budaörinci páros rendházba került, majd a török elől menekítve Trencsén várában pusztította el a tűzvészt. Miért pont innen a Pilisből vitt pálos hittérítőket Kolumbusz amerikai útjára? Közelebb nem találkozik. San Paolo neve a hipálosaink emlékét őrzi. Vajon milyen rejtélyes szálak kötnek össze innen Szántóról földrészeket és évezredeket? Miért ne hihetnénk ilyen történelmi hátérrel, hogy a régi temetőnkben most 10 éve feltárt 13. században épült templomról Szent Özséb első kolostora, a Szent Kereszt kolostor, ha az írott régi dokumentumok mindegyike következetesen ezt írja le, és tényleg ott is. A párosaink 700 évvel ezelőtt kapták meg a pápa jóváhagyását, dolgoztak, termeltek, és főleg sokat imádkoztak csendes béket. Álságos időszakban viszont elővették a kardot, és a sor elején álltak harcba a hazavédelmét. Ezért volt első dolga minden hazánkra törő ellenségnek a pálosok elpusztítása. Amilyen állapotban voltak a pálosok, olyan állapotban volt az ország. Közép felismerte a magyarság közt folyó végtelen harcot, mely harcban csak hazája pusztulását látta a magyar nép pusztulását. Véresi Ágoston úrja. A magyar papság erkölcsi szintjének mélységéről szomorú képet mutatnak az akkori zsinat. A tatár veszedelem minden szörnyűségének kellett rászakadnia, hogy a magyar lélek gyötrelmeinek izzó mélységéből fellobbanjon egyszerre, fehéren is sugárzon, és Istentől áldottan első magyar rendi szerződés. Közép láthatta korának világi tisztességtelenségeit, megcsömörött tőle, és elvonult az egyszerű, tiszta szívű emberek közé remetének ide a bűnbe. Bizony a történelem ismétlődik. Manapság, mintha megtámadta volna a hazánkat védő immunrendszerünket valami vírus. Egészséges hazaszeretetünket a pénz javajára pusztít. Míg a vidék egyszerű lakói az ország földjét aranykoronás, édes anyaföldjének őzi, az ország vezetőinknek ugyanez, csak térkép, helyrajzi szám és indikál. Lassan minden, ami fontos a magyarság számára, az idegenek kezére kerül, és mi saját hazánk albérlőjévé válunk, a
haszonélvezők pedig szívják a bérletet. Vissza kéne kanyarodni a gyökereinkhez, a boldog asszonyunknak felajánlott szent koronához, a gyógyunk. A nemzet felemelkedése érdekében támasszuk fel tehát itt a Pilisben Szent Özséb emlékét, szobrának felállítását. December 21-e van, az újjászületés hajnalja. Csillagösvény gondviselője a többi szobor avatásához hasonlóan Szent Özséb szobor avatását sem hagyta égi áldás nélkül. Ezen a napon, ma és csak is ma, az évbolygója együttállása. Uránusz, Neptun, Vénusz, Jupiter, Merkur, Plutó és Mars egy soros vonalban felsorakoztó vigyázálásban a nap előtt Szent Özséb tisztelet. Aki szintén beállt hetediknek a csillagösvény szobrainak során. Ma reggel az Iribár hegyszoros fölött kell a nap, és öltözteti napban a boldogost. Követendő példa tehát itt áll a csillagösvény. Ezt a fény kövess. Most, hogy a csillagösvény elkészül, teljesített. Azt a feladatot, amelyet a Teremtő bízott rá. Ami itt létesül, az mind az ő terve volt, nem a miért. Mert kezdettől fogva mindvégig éreztük a jelenlőt. Hitünket a gondviselés megtapasztalása erősítette meg. Az építés során előfordult minden gond megoldása leegyszerűsödött egyszerű halk köszönetét. Tudjuk, hogy megint te voltak. Köszönöm. Egykori polgármesteri legfőbb vágyam célkitűzése a falu erkölcsi pályára való helyezése jó irányba tűnt. Boldog vagyok, hogy inosa, malterkeverője, költörője, talicskázója lehet a teremtőnek, aki sok nagyszerű társammal együtt engem is felhasznált fel. Nincs az a jutalom, elismerés, rang, ami felülmúlna ezt a kozmikus belső békét, amely kitöltse a lelkét. Minden emberi elismerési forma szükségtelen és munkosságon aluliván válik ebben a melkast feszítő szeretetére. Nagy ajándék az annak, akit úgy szeret. Aki különletben él. Ez lehet hangos, lehet látványos, valójában mag. Nagy tanulság volt ez a munka a minnyájunknak. Azt akarod, hogy lelkiismereted legyen nyugodt és örömmel teli, tedd a jót másoknak, önzetnek. A szerető ember megosztani kívánja örömét, és ettől válik boldog. Mint ahogy én is szeretném most megosztani veled. Boldog vagyok, mert van családom, akit nagyon szeretem. Így szólam, még ha
Mit Abgang. Jézus Krisztussal, az igazi világosságról. A felkelő napfény emlékeztessen bennünket erre a világosságra. Advent 4. vasárnapján, ezen a szép napon, szemhűségben imádkozunk mindazokért a szándékokért, amelyeket idehoztunk. Imádkozunk édes hazánkért, annak lelki megújulásáért, nemzetünknek egészséges megerősödéséért. Ebbe a szemhisébe ajánljuk föl Filic Szántó egykori plébánosát, Árva Vince atyát, aki nemrég költözött az égi hazába. Fogadja be őt az Úr örök országába. Most pedig vizsgáljuk meg lelki, és valamit mindegyik vitt a csőrében, a szájában, valami ajándékot a Jóistennek. Madarak vittek a tojásukból, a birkák vittek a sajtból, a tehenek vittek a túróból, és mindegyik szépen átadja a maga kis ajándékát a Jóistennek. És a sor végén ott áll az ember. Az ő kezében nincs semmi. És amikor odaér az Istenhez, akkor üres kezét széttárja, egészen közel ér a jó Istenhez, és átöleli. Ő ezt tudja adni, ezt a szeretetet. Kedves testvérek, amikor Boldog Özséb atyám ide a Pilisbe eljött engesztelni, imádkozni ezért a nemzetért, nagyon sok gyűlölettel és utálattal találkozott maga körül. Ott voltak a tatárok, akik gyermeket, asszony, senkit sem kímélve gyilkoltak és pusztítottak. De sajnos ott volt az ország belső viszálya, a hatalmaskodók egymással való viaskodása, az újjól mutogatás, a saját igazságnak a folyamatos hangoztatása. Özséb nagyon jól tudta, hogy nem állhat be se az egyik, se a másiknak a sorába. Neki nem az a dolga, hogy állást foglaljon egyik vagy másik között. Neki az a dolga, hogy átölelje a szerető Istent, áldozatot hozzon ezért a nemzetért és imádkozzon. És ezt az örökséget hagyta a pálosokra, hogy átöleljék az Istent, és átöleljék ezt a földet, ezt a nemzetet. Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk, ahogy hallottuk ebben a szép énekben, ami egy nagyon nehéz, kemény időszakban íródott, üldöztetés közepette, amikor itt Magyarországon a pálosok nemigen remélhettek abban, hogy újból magukra ölthetik a fehér csuhát.
Boldog Özséb, áldott atyánk, esedezve kérünk. Át akarjuk ölelni veled együtt az Istent, a nekünk életet adó Istent, és át akarjuk ölelni nem csak a Pilist, hanem egész édes hazánkat. Mert a pálosok átölelték Szent Korona minden egyes sarkát, ennek az országnak minden egyes részletére elmentek, imádkoztak, engeszteltek a hazáért, szerették azokat az embereket, akiket körülvettek, akik ott éltek a kolostorok körül. Ennek nyomait láthatjuk akár a Balaton felvidéken, Nagyvázson, Salföld, vagy éppen Badacsony-Tomaj, ahol ugyan nem található már meg a rom, de tudjuk a helyét pontosan, vagy a Bükkben Bükk Szentlélek, vagy Miskolc mellett a Diósgyőri kolostorú, és sorolhatnám egyiket a másik után. Átölelni ezt a nemzetet. Soha nem felejtem el azt az élményemet, amikor 80-as években papnövendékként elmentem Ipolt Tölgyesre, arra a helyre, ahol nagyon sok halmozottan sérült, fiatal gyermek együtt van, gondozásra szorulva. Beosztottak egy szobába. Megvallom őszintén, nem tudtam mit kezdeni ezekkel a gyermekekkel. Nagyon nehezen tudtam megérteni életüknek az értelmét, értékét. El is menekültem, de aztán egy nap után visszamentem, mert elszégyeltem magam. És ekkor valami összetört a szívemben. Egy hidegség, egy ridegség, vagy egy értelmetlenség, nem tudom minek nevezzem, mert rám osztottak egy 12 éves forma fiúcskát, aki szegény nagyon csúnya volt, büllett szemekkel, beesett arccal, lekötözve a keze, mert állandóan a torkát piszkálta. Csordogáltak is nyála, és meg kellett etetnem. Fölkötöttem a pelenkát a nyakába, ráadásul spenót volt az ebéd, aztán nagy sikerek közepette, végül is megette az egészet, és úgy gondoltam, na most már jóval elég volt, menjél. Megtörültem még a füle tövét is, aztán el akartam engedni. De ő nem ment el az ölemből. Rám nézett, és azok a korábban számomra csúnya, csúf, gülű szemek, csodálatos emberi tekintetet sugároztak felém. És ráhajtotta a vállamra a fejét. És egy fontos dolgot megértettem. Ember. Te azért vagy értékes, mert az Isten megteremtett téged. Mert itt vagy ezen a földön. Nem azért vagy értelmes, mert valamit tudsz produkálni. Nem azért vagy értelmes, mert hatalmas dolgokat vittél végbe ezen a földön. Nem azért vagy értékes, mert talán sok pénzed van, vagy mások hódolnak előtted, vagy nagy igazságokat hangoztatsz. Azért vagy értékes, mert élsz. Élet van benned. A bános remeték kedvelt remeték voltak az emberek számára. Mert akik elmentek hozzájuk, azok valami olyasmit hallottak ezektől a remetéktől, hogy jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Ők ezt mondták az embereknek. Jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Jézus Krisztus üzenete ez mindannyiunknak. Akarom, hogy legyél. Akarom, hogy legyél itt ezen a földön. Akarom, hogy legyél, és beszéld ezt a nyelvet. Akarom, hogy legyél, hogy tudj dicsőíteni engem, mondja az Úr, az Isten, aki mindannyiunkért meghalt a kereszten. Jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél.
ha most hazamész, drága testvérem, és valaki ott van körülötted, akivel együtt élsz, aki hozzátartozik az életedhez, mondd el neki, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Szükségem van rá. Mert ennek az országnak a megújulása és újjáéledése nem a nagy dolgokban fog elkezdődni, hanem az apró, kicsi lángok között. Jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, szükségem van rád. Köszönöm az életedet, hogy itt vagy velem. Jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél. Boldog Özsép atyánk közössége, a Pálos Remeté közössége rohamosan fejlődött és gyarapodott. Ennek a nemzetnek a jövője sok mindenen múlik, sok mindenért kell imádkozni. A régi mondás szerint a pálosok virágzásával virágzik majd ennek a hazának a sorsa is. De virágzik ennek a hazának a sorsa akkor is, hogyha családjainkban gyermekeknek adunk életet. Ne higgyük el, hogy nekünk nehezebb sorsunk van, mint ezelőtt 100 évvel, vagy ki tudja hány évvel azoknak a szegény embereknek itt ezen a földön, akik 7-8-10 gyermeket neveltek hihetetlen szegénységben, de fölnevelték őket. Elhitetik velünk, hogy a gyermeknek akkor lesz teljes az élete, ha minden nap 10 üveg Coca-Colát iszik és számítógépeken. Nem attól lesz boldog a gyermek élete, hanem attól, hogy megtapasztalja reggeltől estig, hogy jó, hogy vagy, és akarom, hogy legyél. Ülj az ölembe. Gyere, menjünk el. Kiránduljunk együtt. Nézzük meg a naptárkát. Hallgassuk meg a madarak énekét. Imádkozzunk és énekeljünk együtt. Azokat az énekeket, melyeket nagyapáink tanítottak, s majdnem elfelejtettük már. Ettől leszünk boldogok. Akkor is, ha csak zsíros kenyeret kell enni. Jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, üzenj nekünk az Isten. És üzenjük ezt mi is egymásnak. Kedves testvérek! Boldog Özsép atyánk! Ennek a földnek a szülötte, Jézus Krisztusnak, a papja, a párosának, a megalapítója, megszervezője, járjon közben értetek. Segítsen a hétköznapokban, bátorítson a küzdelmekben. Issa meg a szemeteket a jövő felé. Vegyétek észre, hogy az élet attól lesz szép, hogyha a szívünkben elkezdődik a megújulás. És egy képet, egy utolsó képet szeretnék még elmondani nektek. Évekig az Alföldön voltam, ottani Pálos kolostorban, és nem messze tőlünk Kígyós pusztán. Van egy olyan tanyasi iskola, amelyet most beépítettek, múzeumban benne, a tanyasi élet kialakulásáról, azoknak az életkörülményeknek a bemutatása. Sok régi fénykép készült. Eleinte tudjuk jól, hogy szinte a földbe építették bele ezeket a kunyhókat, hogy jó szigetelt legyen, hogy ne fázzanak. Hihetetlen szegénységben, mai szemmel nézve nyomorban éltek. De valami nagyon érdekes volt. Ezeken a képeken mindig mosolyogtak. És ez a mosoly nem csak azért volt, mert ott volt a kezdetleges fényképezőgép, a fényképészmester, hanem látszott rajtuk, hogy
a kicserzett bőrükön keresztül, a sok kemény munkán keresztül is a természettel harmóniában élő embernek a boldog ragyogása volt. A gyermekek mosolyogtak mezitláb, rongyos ruhában, ki tudja hányszor foltozott gacsában. De mindig csak mosolyogtak. És ennek a tálatnak az egyik vezetője egy atya, aki szintén tanyán nőtt föl, hihetetlen szegénységben elmondta, csodálatos gyermekkora volt. Nem kell szegénységben élnünk, nem arról beszélünk, hanem arról, hogy bármilyen körülmények között meg tudjuk találni az élet forrását. Ebből fogunk tudni erőt meríteni, és ez az erő kell, hogy a mi életünk része legyen. Ebben segítsen bennünket a mindenható Isten. Amen. Yeah.